Nem veszem fel egyesével, mert mindig ilyen helyeken járunk. Most csak megálltunk, de nem adja vissza, hogy mekkora hegyek vannak itt körben. És végre Zoli is élvez egy picit a pályát. Hát ez a Skót felföld egy része. Megálltunk a Golden Eagle ziplinenál. Itt lehet innentől odáig átcsúszni, vagy lehet ugrani is, mind a kettő most 2022. augusztusában 15 font. És már megint egy nagyon szép helyre érkeztünk. Itt az egyik part. Vagyis hát nem is különálló, ez itt egyben van. Itt is sátrasok. És ott. Nem tudom, halljátok, erre a hangra alszom kell. Erre a hangra kelnek fel. Ahogy a víz morajlik, nagyon jól hangzik. És nagyon jól néz ki az egész hely. Ott van a távolban egy hajó. Előbb jöttünk, vagy 45 percet kocsival, de csak egy öblöt kerültünk meg, és tipikus ilyen hegyi kacskaringos utakon jöttünk. Nagyon szép volt, de még mindig ez a single traffic van, úgyhogy kerülgetni kellett egymást. Wow! A végig ezt csináltuk. Nagyon-nagyon jól néznek ki. Hol a hegyeket látjuk, hol ilyen tavakat a hegyek között, hol meg ilyen homokos tengerpartot. És azt hallgatni. Aztán amúgy már mi is keresünk valami leállót, vagy valahol tudunk, itt is lehetne aludni, de szerintem egy kicsit tovább megyünk. Ott is vannak, meg szerintem még a tava arra is folytatódik, vagy ott is egy ilyen kis beugró van, ilyen homokos rész. Itt is alszanak, meg a másik oldalt is van egy ilyen autó parkoló. De szerintem mi tovább megyünk, egy kicsit privátabbat szeretnénk. Vannak néhány ilyen kiállók, ahol csak egy-egy lakóautó áll, és mi is olyat szeretnénk keresni. Lenéztünk a Small Cave-hez, a barlanghoz. Itt van 10 fontig ilyen vezetett túra. Nem csónakos, hanem körbe visznek ilyen kis kemény kalapon rajtad, hogy megvédjenek esetleg a leeső kis kavicsoktól, biztonság gélírásként. Én nem hiszem, hogy fogok menni, én nem szeretek itt a föld alatt ilyen barlangokba menni. Párszor bemegyek, de most nem érzem azt, hogy bemennék. És meg van világítva, és szerintem ott lehet akkor bemenni majd holnap. Szóval én, hogyha be akar menni. Amúgy ezek hatalmasak. Remélem a kevés fény ellenére azért valami látszódik. És megnézzük azt a fehér kis makettházat. Itt csöpög amúgy a víz. Itt egy kis patakocska megy. Így a kis fahíd alatt. Itt kell majd bemenni. Amúgy ez nem egy... Azt hittem, hogy ez egy kis makettház, de ez egy hirdető oszlop. Ingyenes belmenetel van, ingyenes belépés a vízeséshez, és a túra 10 font. Zoli utolérem, mert megint itt hagyott. Hát oda bemegyek. Azért félek, hogyha vezetett túra,
akkor mindig azt hiszem, hogy nem lehet bemenni, de mondjuk akkor be lenne zárva. Nem tudom, mit fogtok látni ilyen fényviszonyok mellett, de megyünk a vízeséshez. Itt van, hogy nem szabad lemenni. Itt egy vízesés. Nem tudod megvilágítani, vagy? Akkor... Nem, hát nem tudjuk. Itt egy vízesés a barlangban. Hát nekem eddig tartott, én ki is jöttem. Én nekem minden bajom van. Én félek a magasságban, klausztrofóbiám van. Néha elmúlik. De most megint nagyon rám jött ez a bezártságérzet. Meg ott a sötét van, nyírkos hely. Én inkább kijöttem. Az Ali videózza, fotózza, megpróbálja legalábbis a vízesés fotózni. Bocsánat, hogy megyek közben, csak próbálunk azért haladni, mert már elmúlt fél nyolc, este fél nyolc megint, és még mindig nem tudjuk pontosan, hogy hol alszunk. Igen, a lakókocsiban, csak mi nem találtunk egy jó kis helyet, ahol le tudnánk parkolni, és akkor ott töltjük az éjszakát. Az összes ilyen út melletti kis leálló, az már foglalt volt. Most arra, amit mutattam már, az nagyon szép homokos tengerpart, azzal meg az volt az egyetlen probléma, hogy picit sokan voltak. Én jobb szeretem, hogyha ilyen kette-hárman, ha vagyunk. Nekem eddig, ami a legjobban tetszett, az az első éjszaka kikötőben, meg volt egy, amikor az erdőben aludtunk. Nagyon-nagyon csillagos ég alatt. Az a kettő, az nekem eddig a legjobb. Most is ez a homokos tengerpart, amit mutattunk, az is nagyon-nagyon gyönyörű volt, jó lett volna ott aludni. Hogyha holnap jó idő van, akkor ugye fürdőruha, aztán irány napozni, fürdeni. Csak az a probléma, hogy Zolinak vissza kell érnie, mert ugye a hónap végén már föl kéne venni a melót, ugye? Tehát nem lehet azt, hogy akkor itt napokat töltünk el egy helyen, vagy egy napot, és folyamatosan mennünk kell. Az is lehet, hogy amíg Zoli holnap elmegy túrázni, addig én vágom a videókat. És azt terveztem, hogy lehet, hogy akkor én addig felmegyek, akkor elindulok, amíg Zoli ki nem jön ott a vízeséstől. Följöttem. Nem tudom. Elszoktam én ettől a kirándulástól. Ez a pár nap még nem volt elég, hogy visszaszokjak. Ott jöttünk le a barlanghoz, és én most itt jöttem fel. Mint ahogy az előbb mutattam, ott távolba a hegyek. Itt ugye egy torkolat. Már mindjárt tovább megyek, és megmutatom, hogy néz ki. Próbálok lassan. Úgy. Kicsit tovább jöttem, és itt már látszódik a víz. Megint megpróbáljuk ezt a... Arrébb megyünk, bemegyünk. Ott vannak a hegyek. Ennek az útnak a végéig szeretnék elmenni. Itt a víz. És ilyen tiszta. Én már tovább itt nem megyek ki. Itt is szép lehet a naplemente. Bár ez éjszakon van. De hát a keleti oldalt is szép volt a naplemente. És ott vannak hegyek. Jó, megyek vissza. Szerintem lassan-lassan keresünk egy szállást. Hát Zolit ismerve, igen, tovább jöttünk a
kapun, és gondoltam, elsétálunk akkor legalább a tetején, megnézzük a végét, de Zoli felfedezett ugye itt egy utat, hogy átjöttünk a kapun, és akkor most ott megnézi, hogy az alsó út, az hova visz. Végül is visszajöttem Veráért, ezen az úton megyünk le. Vera ott volt fent az előbb. És panaszkodtam, hogy megint itt hagytál. És, de most már itt vagy velem. Óvatosan. Megyünk le ezen az úton. Na, hát, viszont. Szandonapolis! Ott van lent a víz. Ott valami úszik a víznek. Valami szeszmesz. Az a lényeg, hogy itt ilyen kicsit mászkálósan kell nyomatnunk. Nyugodtan ezzel, akkor is a végén már mutatod. Ja. És ez ami érdekelt engem, hogy lejövök ide, itt a vízszint, de nézitek, nincs alja. Tehát ki tudja, hogy milyen mély a víz? Végig. És arra lehet majd menni még. Oda. És ott is ilyen. Ott egy-két helyen még látszik a szikla, de utána egyszerűen nincs alja a víznek. És itt félelmetes, de izgalmas is ezáltal. De itt most kézzel lábbal kell másznunk, úgyhogy egyelőre szünet, jó? Na, úgy döntöttünk, hogy mégsem megyünk le. Vera bevállalósabb mostanában sokkal, mint régebben volt, de ott tényleg elég komolyan kell mászni. És hát félelmetes, mert egy ilyen kb. Egy lábfej szélességnyi ilyen sziklaparton kell mászni. Meg már előbben voltam a barlangban, és ez már egy kicsit is bestresszelt. Ugye sötét volt, klaustrofóbia, úgyhogy most ez a nagyjáig lementem. Azt igen, mondom, a végét. De jó volt minden esetre. Úgyhogy most megyünk, keresünk egy esti szálláshelyet. 2-3 opció van. Meglátjuk, még lesz szimpatikusabb. Ott táborhelyet verünk. Hát már nagy kiülősörözés nem lesz, mert már késő van, de reméljük, hogy azért tudjuk kicsit élvezni a nap hátra lévő részét. Annyi, hogy nem lesz kiülősörözés, de ma kiültünk oda a tópartra. Szerintem abból is. Ja, igen. Tópart, hát... Öböl volt túl. Igen, ez egy tengerőből. Zoli ott pizzázott, én ettem ezt a... Fincsi levest? Hát ez ilyen tészta, ilyen mártós tészta, mártásos tészta. Úgyhogy legalább akkor élveztük a jó időt. Tehát ma ennyire megálltunk. Nem hagytuk az estére. Igen. Sose végzünk úgyse. Időbe. Sose. Ne. Megyünk előre, jó? Ennyi. Na, köszönjük, itt voltatok. Még lehet, hogy bejelentkezünk, ha nem, akkor meg holnap. Folyt köv. Sziasztok, jó éjszakát! A mai részben ennyi fért bele. Remélem tetszett, ha igen, akkor kérlek nyomj egy lájkot, esetleg osszátok meg. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha ezt még nem tettétek meg. Követhettek minket a Facebookon, Instagramon, TikTokon. Linkek a leírásban megtalálhatóak. Ha érdekel, hogy hol találtunk készek a szálláshelyet, és milyen csodálatos látványra ébredtünk, és hogy Zolinak hogy tetszett a barlangtúra, akkor tartsatok velünk a következő részben is. Addig is. Sziasztok!